fokozódik a munkaerőhiány. Egyre több cég települ vagy fejleszt Nyírbátorban. Így ugyan több a munkalehetőség, ám nincs elég munkavállaló. Tankötelezettség. Holnap kezdődik a 2017-2018-as tanévre az első osztályosok beiratkozása. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen ez 5425 gyermeket érint. Szabadtéri nyár, Stól András, Gáspár Sándor és Oswald Marika. Velük is találkozhat majd a közönség a szabadtéri színpadon idén nyáron Nyíregyházán. Fokozódik a munkaerőhiány Nyírbátor térségében. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Egyre több cég települ vagy fejleszt a városban, így ugyan több a munkalehetőségem, nincs elég munkavállaló. Nyírbátorba több mint 100 településről járnak be dolgozni, ezt szervezetten buszjáratokkal oldják meg egyelőre, de bérlakások építését is tervezi a helyi önkormányzat. Ezek a felvételek a Rosenbergerben készültek, az autóipari elektronikai alkatrészeket gyártó cég továbbfejleszt Nyírbátorban. Új üzeme, telephelye még épül, de pár hónap múlva már itt is dolgozhatnak a munkavállalók, ráadásul nagyobb létszámban. A Nyírbátori Ipari Parkban tovább bővít a koloplaszt is, az új egység építését már itt is elkezdték. A beruházással új munkahelyeket hoznak létre Nyírbátorban, a cégek álláshirdetései pedig folyamatosan elérhetőek. Itt nagyon nagy lehetőség van, itt rengeteg cég van, ahol dolgozhatnak az emberek, sőt, még az a lehetőség is fennáll, hogy Nyírbátor nem tudja betölteni ezt a szerepet, hogy dolgozzanak itt az emberek, hanem a környékből nagyon-nagyon sok helyről szállítanak be embereket busszal. Nyírbátor polgármestere azt mondja, a fejlesztések nem csak gazdasági erősödést jelentenek a városnak, hanem sokszor problémát is, hiszen az új munkahelyek betöltésére nincs elég ember. Nem csak a megyében, hanem azon belül Nyírbátorban és térségében is nagyon erős a munkaerőhiány. Ráadásul mindezt tetőzi az a fajta gazdasági növekedés, ami a városban ebben az évben is végbe megy. Gyakorlatilag 4 új gyárépület épül a városban. Ennek többsége ebben az évben be is fejeződik, és nyilvánvalóan ez az elkövetkezendő 2 évben tovább feszíti a munkaerőpiacot, tovább növeli a munkaerőhiányt. Azt kell látni, hogy Nyírbátorban gyakorlatilag ma már több mint 100 településről szervezetten buszokkal járnak az emberek nap mint nap dolgozni. Ez gyakorlatilag a fél megyét és egy picit a megyén túli területeket is lefedi. A polgármester hozzátette, a következő 2 évben közel 2400 új munkahely lesz Nyírbátorban, az újabb bővülése pedig már nem elég a szervezett buszjárat, bérlakások építését tervezik. Nyírbátor első lépcsőben most arról döntött, hogy 100 önkormányzati bérlakást épít. Nyilvánvalóan olyan konstrukciót dolgoztunk ki, amiben befektetők csatlakozhatnak ez a programhoz, és építésre vagy vásárlásra építhetnek lakást. És mi is úgy alakítottuk ki a bérleti konstrukciót, hogyha egy fiatal úgy dönt, hogy beköltözik egy önkormányzati bérlakásba, és 3 éven belül azt szeretné, hogy megvásárolja ezt az ingatlant, akkor a bérleti díj, amit addig befizetett, azt az ingatlan vételárába beszámítjuk, annyival olcsóbban tudja megvetni az ingatlant, és az így befolyó ingatlan értékesítésből újabb és újabb bérlakásokat építenénk, tehát ez egy hosszú távú folyamat, amiben ezt a forrást mi újra és újra bérlakások építésébe fektetnénk be. A lakások a tó mellett ezen a területen épülnek majd, a területrendezési terv átalakítása már megtörtént, így már csak a cégekkel történő tárgyalások döntik el, hogy mikor kezdődnek majd az építkezések. Holnap kezdődik a 2017-2018-as tanévre az első osztályosok beiratkozása. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen ez 5425 gyermeket érint. A tankötelezettség abban az évben kezdődik, amelyben a gyermek legkésőbb augusztus 31-ig betölti a 6. életévét. Az iskolaérettségről azonban az óvónők és a szülők közösen dönthetnek. A játék mellett már az iskolára is készít az óvoda, a nagycsoportosoknak különböző foglalkozásokat tartanak, amelyek az iskola érettséget segítik elő. Ezt szakemberek is vizsgálják, a pedagógiai szakszolgálat pedagógusai és pszichológusai végzik, de a szülők véleményét is kikérik. Fontos felmérni a gyermekek biológiai, pszichés, intellektuális és szociális fejlettségét is. A legutóbbi 2011-es törvénymódosítás szerint kor alapján azok mehetnek iskolába, akik az adott év augusztus 31. napjáig betöltik a 6. életévüket.
Az egyik osztályunk az köznevelési típusú sportiskolai osztály, de azokat a gyerekeket várjuk, akik intenzíven szeretnének foglalkozni a sporttal. Erre a képességvizsgálatot már megtartottuk. A másik két osztályunk úszó osztály, és a harmadik pedig a matematika és kézműves osztály. Ennek mostanában elég nagy a népszerűsége. Itt a nyíregyházi Arany János általános iskolában már évek óta három első osztályt indítanak. Ide jelenleg több mint 1000 diák jár, ebből mintegy 650 tanuló az általános iskolába. A rendszeres úszásoktatás mellett azért is lehet népszerű az intézmény, mert a nyolcadikosok felvételi nélkül folytathatják tanulmányaikat a gimnáziumban. Az első osztályos beiratkozás csütörtökön kezdődik az általános iskolákban. Tavaly összesen 5640 tanköteles korú gyermek volt, ez idén csökkent valamennyivel. Most 5425-en iratkozhatnak be a megye közel 300 intézményébe. A szülő bármelyik általános iskolába beirathatja a gyermekét. Természetesen vannak kötelező felvételt biztosító általános iskolák, amelyek ugye, ha abban a szabad iskola választásban megválasztott iskola nem veszi fel, mert ugye oda nem kötelező, akkor ugye a másik iskola látja el ezt a feladatot, mert ugye minden gyermeknek, általános korú gyermeknek iskolába kell járni, ugye ezért van lehetőség, és ezért állapítja meg a megyeszékhely szerinti járási hivatalt a kötelező felvételi körzethatárokat, amelyek meghatározzák, hogy egyes utcák, mondjuk Nyíregyháza, illetve más nagyobb település esetén melyik iskola köteles felvenni azt a gyermeket, aki annak a iskolának a ellátási területén él. A beiratkozásra a szülőknek a gyermek személyi azonosítóját, a lakcímkártyáját és az óvodától kapott szakvéleményét is vinni kell. A Nemzeti Köznevelési Törvény legutóbbi módosítása szerint minden diák annak a tanévnek a végéig köteles iskolába járni, amelyben betöltötte a 16. életévét, így tanév közben senki nem függesztheti fel tanulmányait. Stól András, Gáspár Sándor és Oswald Marika. Velük is találkozhat majd a közönség a szabadtéri színpadon idén-nyáron Nyíregyházán. A Móricz Zsigmond Színház 6 hétvégén át 7 előadással készül június és augusztus között. A szabadtéri színpad felújítása a tervek szerint augusztus közepén kezdődik, így jövőre már új arculattal várja majd a teátrum a nagy érdeműt. Vidám darabok, híres színészek és színésznők, vendégtársulatok. Ezek jellemzik évről évre a szabadtéri színpad előadásait. Idén is színvonalas és minőségi programokat ígér a Móricz Zsigmond Színház. Az idei nyári időszak június 23-án indul az Én és a Kisöcsém című végjátékkal, amelyet Koltai Róbert főszereplésével láthat majd a közönség, közölte a teátrum ügyvezető igazgatója. Fellép továbbá a Budapesti Operett Színház és több neves művész is, mint például Gáspár Sándor, Szabó Kimmel Tamás és Oswald Marika. Igyekszünk könnyed programot összeállítani, tehát a szabadtéri színpadnak egyik jellegzetessége, hogy vígjátékok, zenés előadások, családi előadások várják a közönséget. Ez most sem lesz másképp. 6 hétvégén 7 előadással várjuk a nézőket. Rögtön szóba is hoznám, hogy az egyik hétvégén 2 előadás lesz. Legjobban várt előadása az Őrült nők ketrece, a Földi Róbert rendezésében is Tóth András főszereplésével. A színház vezetősége ezzel a programsorozattal búcsúzik a szabadtéri színpad régi arculatától. Várhatóan ugyanis augusztus közepén indul majd a felújítása. Az utolsó előadásra augusztus 4-én várják az érdeklődőket, amikor Tasnádi Csaba rendezésében a Balfácánt vacsorára című komédiát láthatják a nézők. A jegyértékesítés várhatóan jövő hét elején kezdődik. A református esték rendezvény sorozat keretében a nyíregyházi esperesi hivatalban mutatták be a középkori templomok útja kiállítást. A tárlatot az elmúlt 2 évben több mint 30 helyen tekinthették meg az érdeklődők. A középkori templomok útja kiállítást 2 évvel ezelőtt mutatták be. Azóta több mint 30 helyen, iskolákban, intézményekben, bevásárlóközpontokban láthatták az érdeklődők a tárlatot. A cél az, hogy minél szélesebb réteghez eljusson a Felső-Tiszavidék egyházi örökségét bemutató kiállítás. Nagyon sok olyan személy nézi meg a kiállítást, aki ezekről a vidékekről származik, de nem is gondolta volna, hogy az a templom, ahol ő él például, az ilyen kiemelkedő jelentőségű műemléki értéket képvisel. Akik pedig nem ebben a régióban élnek, nagy meglepetéssel csodálják, hogy mennyire gazdag, mennyire páratlan az az örökség, amit ez a vidék rejt.
A kiállítást kedden a nyírségi Református Egyházmegye programsorozatába tartozó Református Esték rendezvényen mutatták be az Esperesi Hivatal gyülekezeti termében. Ennek a rendezvénynek is van egy üzenete. Az, hogy ezek a templomok, ezek megtekinthetőek, ezekben a templomokban reméljük, hogy minél több ember be fog jönni, és megérti azt, hogy egy templomnak mi is a szerepe, mit is jelent, és ha akár turisztikai, akár, hát hogy mondjam, vallási élmény kapcsán megy be valaki, annak biztos, hogy nagyon komoly és nagyon szent, hát hogy mondjam, feladata lesz, és bízunk benne, hogy minél több ember meg fogja ezt nézni. A megyei közgyűlés alelnöke Baracsi Endre szerint a jövő szempontjából is fontos a múlt emlékeinek bemutatása. Egy olyan érték, egy olyan csoda ez, amelyet azt hiszem, hogy minél több embernek kell látnia, és ez a kiállítás egy remek alkalom arra, hogy ezt láttatni tudjuk, hogy meg tudjuk mutatni az embereknek, hogy mi is az, ami körülvesz bennünket. És valóban egyrészt az egyedülállósága miatt nagyon fontos értéke számunkra, másrészt pedig azért, ami hozzá kapcsolódik, legyen az akár történelmi kapcsolat, legyen az akár érzelmi kapcsolat, ezeket át kell tudni adni, ezeket meg kell őrizni, ezeket a múltbeli értékeket a jelenben úgy, hogy a jövőnek is, jövő is épülhessen belőle. A kiállítás két héten keresztül látható az Esperesi Hivatal gyülekezeti termében, majd a nyíregyházi Ötvös iskolába költözik át a tárlat. Interaktív előadáson ismerhették meg az érdeklődők a Nyírség Tánc Együttest tegnap délután Nyíregyházán. Az együttesről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Kettős győzelemmel jutott a legjobb négy közé az amatőr nemzeti bajnokságban a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyulány együttese a hazai pályán aratott három pontos sikerét követően 65-61-re nyert Tatabányán. Megszerezte első tavaszi győzelmét a Nagyecsed a labdarúgó megyei első osztályban, és ezzel a második helyre lépett előre a tabellán. A listavezető Balkány ezúttal sem hibázott. Mirgai László együttese 5-2-re verte a Mándokot, így 18 pontra növelte előnyét. Interaktív előadáson ismerhették meg az érdeklődők a Nyírség Tánc Együttest tegnap délután Nyíregyházán. Az Értékes Esték című programsorozat ezúttal a sokszorosan kiválóan minősített együttest mutatta be. Demarcsek György művészeti vezető az 1974-es kezdetekről és az elmúlt évek sikereiről is szólt. Mint mondta, elsődleges feladatuk a Kárpát-medencei néptánc és népzenei kincs népszerűsítése. A 43 éve működő hagyományőrző közösségről, a Nyírség Tánc Együttesről mesélt Demarcsek György művészeti vezető kedden délután Nyíregyházán. Az örökös aranysarkantyús táncos kiemelte, elsődleges feladatuk a néptánc népszerűsítése. Maga a néptánc az önmagában egy érték, hiszen ha kimegyünk az utcára, vagy bekapcsoljuk a televíziót, akkor ezzel a folklórral már tulajdonképpen nem találkozunk. Amivel találkozunk, az a mai folklór, az majd 100-200 év múlva lesz majd az akkori emberek számára a népi folklór. Ugye mi tulajdonképpen a magyar parasztságnak az évszázadok alatt kikristályosodott táncait, zenéit, hangulatát, életérzéseit, énekeit, dalait őrizzük, és hát mi elsősorban persze a táncokkal foglalkozunk, zene nélkül nem megy, meg dalolás nélkül sem, úgyhogy ebből is fogunk most majd részleteket bemutatni. A Szikes zenekar kísérte a Nyírség Tánc Együttes lányait, az interaktív előadásra megtelt a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár kamaraterme. A Nyírség Tánc Együttes munkássága 2015-ben mint nemzeti érték került a nyíregyházi települési értéktárba. Jelenleg több mint 25 értékünk van már, és várjuk a városlakók további javaslatait, hiszen Nyíregyháza egy olyan gyönyörű város, ahol rengeteg helyi értéket találunk, a szobrokon keresztül épületek, és nem beszélve a környezeti szépségekről, mint a sóstóerdő, az állatpark, a gyógyfürdő, és még hosszan lehetne sorolni. A nyíregyházi értékeket az Értékes Esték programsorozat mutatja be hónapról hónapra. Legközelebb a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházba várják az érdeklődőket, május 16-án 16 órakor.
Kettős győzelemmel jutott a legjobb négy közé az amatőr nemzeti bajnokságban a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese a hazai pályán aratott hárompontos sikerét követően 65-61-re nyert Tatabányán, így a TFS-e Debrecen párharc győztesével találkozik majd az elődöntőben. A nyíregyházi mérkőzésen látottak alapján számítani lehetett arra, hogy Tatabányán is küzdelmes, harcos találkozó vár a nyíregyháziakra. Így is történt, az első negyed végére 4 pontos előnyt szereztek a vendégek, és mint később kiderült, ebben a 10 percben volt a legnagyobb különbség a két csapat között. A második és harmadik negyedet 1 ponttal nyerte a házigazda, amely végig ott volt ellenfele nyakán. Az utolsó negyed 2 ponttal a vendégeké lett, akik így 5 pontos győzelmet aratva jutottak az elődöntőbe. Próbálkoztunk különböző támadási variációkkal, próbálkoztunk a védekezés másként megoldani, tehát hogy nem csak emberfogás, hanem zónavédekezésbe is átváltottunk. És igazából mindig megvolt valamilyen szinten az előnyünk, aztán jött egy-két olyan eladott labda, vagy akár egy olyan ütközésből kibillenve, akár lépésibe, akár egy befújt 3 másodperc, hogy rögtön elolvadt az előnyünk. És végig azon kellett izgulnunk, hogy azt az előnyt, amit mindig megszerzünk, azt tudjuk-e tartani a végjátékban is, hogy ugye valamilyen oknál fogva ez eltűnik. De hál' Istennek a lányok keményen oda tették magukat. Én úgy gondolom, hogy némelyik játékosunk erőn felül teljesített. A mérkőzésen 20 pontig jutó Farkasinszky orsolya szerint annak ellenére, hogy az elődöntőbe kerüléssel elérték a szezon előtt kitűzött célt, nem szeretnének megállni a folytatásban. Ezzel, hogy 4-be kerültünk, ezzel az idei célunkat maximálisan teljesítettük. Tavaly is ezt mondtuk, és akkor is ez volt az igaz. Tehát azért olyan körülmények között is annyi játékossal dolgozni, ami nekünk van, nem versenyezhetünk pesti csapatokkal, vagy pest környéki csapatokkal, mint akár a Tatabánya is. Hozzánk nem nagyon jön ugye senki tanulni, vagy akár játszani. Mi, akit kinevelünk saját magunknak, jelenleg is ugye saját nevelési játékosokkal dolgozunk. Valószínűleg ez a jövőben is így lesz. Úgyhogy mi, amit tőlünk telik, azt megtesszük, és szeretnénk. Nyilvánvalóan idén is szeretnénk egy döntőt játszani, legjobb eredményt elérni, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. A nyíregyházi kosársuli az elődöntőben a TFS-e Debrecen párharc győztesével találkozik. Mivel az első meccsen a fővárosiak 35 pontos győzelmet arattak, jó esély van arra, hogy megismétlődik a tavalyi NKS TFS-e összecsapás. Megszerezte első tavaszi győzelmét a Nagy Ecsed labdarúgó megyei első osztályban, és ezzel a második helyre lépett előre a tabellán. A listavezető Balkány ezúttal sem hibázott, Mirgai László együttese 5-2-re verte a Mándokot, így 18 pontra növelte előnyét. Nem tévesztett lépést a Balkány, a bajnokság 23. fordulójában sem, Mirgai László együttese a legtöbb gólt hozó mérkőzésen 5-2-re verte a Mándokot. A Nyírgyulaj 3-2-re múlta felül a Tiszavasvárit, a Vásárosnamény 4-0-ra bizonyult jobbnak a Rakamaznál. Hosszú idő után örülhetett győzelemnek a Máté Szalka, Fogarasi Zoltán együttese Ibrányban nyert 2-0-ra. A Sényű a Nagyhalász verte 2-1-re, a Nagyecsed pedig első tavaszi sikerének örülhetett a Gyulaháza elleni 2-0-ás győzelmét követően. A tabella élén az 53 pontos Balkány áll, megelőzve 4-35 pontos csapatot, a Nagyecsedet, a Rakamaszt, a Nyírgyulajt és a Tiszavasvárit. A 24. forduló párosítása a következő: Mándok Nyírgyulaj, Máté Szalka Sényű, Tuzsér Balkány, Tiszavasvári Ibrány, Gyulaháza Baktolórendháza, Nagyhalász Nagyecsed és Rakamasz Fehérgyarmat. Éradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Fokozódik a munkaerő hiány Nyírbátor térségében. Egyre több cég települ vagy fejleszt a városban, így ugyan több a munkalehetőségem, nincs elég munkavállaló. Nyírbátorba több mint 100 településről járnak be dolgozni, ezt szervezetten buszjáratokkal oldják meg egyelőre, de bérlakások építését is tervezi a helyi önkormányzat. Holnap kezdődik a 2017-2018-as tanévre az első osztályosok beiratkozása. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen ez 5425 gyermeket érint. A tankötelezettség abban az évben kezdődik, amelyben a gyermek legkésőbb augusztus 31-éig betölti a 6. életévét. Az iskola érettségről azonban az óvónők és a szülők közösen dönthetnek. Stól András, Gáspár Sándor és Oswald Marika. Velük is találkozhat majd a közönség a szabadtéri színpadon idén nyáron Nyíregyházán.
A Móricz Zsigmond Színház 6 hétvégén át 7 előadással készül június és augusztus között. A szabadtéri színpad felújítása a tervek szerint augusztus közepén kezdődik, így jövőre már új arculattal várja majd a teátrum a nagy érdeműt. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 19-én szerdán. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk Önöket, híreinket addig is megtalálják honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is marad a borongós, hideg idő, de már kevesebb csapadékkal. A középpontjával a Kárpát-medence fölött örvénylő ciklon továbbra is nedves, hideg levegőt szállít térségünk fölé. Csütörtökön már kevesebb lesz a csapadék, amely estére meg is szűnik, de a szél viharossá fokozódik. Reggelig borult marad az ég, eső, havazás egyaránt várható. Az északkeleti szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik, reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég. Eső, havazás egyaránt várható, majd estére megszűnik a csapadék. Az északi szél megerősödik, gyakran viharossá fokozódik. Délutánra 5 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hideg és meleg fronti hatás egyszerre érvényesül térségünkben. Pénteken elhagyja térségünket a ciklon, gomoly felhős napos időre van kilátás, csapadék nélkül, csillapodik a légmozgás is. Szombaton egy hideg front felhősödést és szorványosan záporokat okoz. A következő napokban csak gomoly felhők zavarják a napsütést, kevés helyen valószínű záporeső. A szél azonban többször megerősödhet északnyugati irányból. Továbbra is hidegek lesznek az éjszakák, a minimum jellemzően fagypont körül alakul, de a jelenlegi számítások szerint a károkozó nagyobb fagyot elkerüljük. A nappali felmelegedés erősödik, de keddig még elmarad a sok évi átlagtól a csúcshőmérséklet.